see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. From your hands and your body, it hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love. The clock and rewind, go back to that moment in time when you say you want me for life. Was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me. Sziasztok! Ismét itt nálam az Alma Papin. Arra gondoltam, hogy most felveszek nektek egy ilyen napi rutinos videót, méghozzá egy ilyen nyári, itthon dolgozós napi rutinos videót. Azt hiszem, hogy ilyen még nem volt. Olyan volt, hogy munkába menős, és nem feltétlenül nyári. Olyan nagyon nagy különbség egyébként nem lesz, de szeretném megmutatni nektek azokat a napjaimat is, amikor ugye itthonról dolgozom, és egyáltalán hogyan telnek ezek a napjaim. Ma egy picit annyiban más lesz ez, mint az általános rutinom, hogy várok egy csomagot, és egy pici átalakítást fogunk valószínűleg végezni itt az erkélyen délután. De mondjuk az ilyen dolgok egyébként hozzátartoznak az általános napi rutinomhoz, tehát hogy mindig van valami extra. Amikor itthon vagyok, vagy itthonról dolgozom, akkor azért mindig akad itthon egyéb tennivaló is, és akkor azt is be tudjuk juttatni a napba. Tartsatok velem! Igazából nyáron, hogyha kellemes idő van kinn, akkor délelőttönként, amíg még nem süt ide a nap, addig kinn az erkélyen szoktam dolgozni, és hát mindent kiviszek, most csak a laptopom van kinn, de egyébként minden más is kiszoktam cuccolni. És igazából addig, amíg a nap el nem kezd ide sütni, amilyen délután, hát nem is tudom, 2-3-4 óra körül kezd, akkor bevonulok, mert azt nem bírom, és akkor bent folytatom a munkát. Nyilván, hogyha van valamilyen megbeszélésem, online megbeszélésem, akkor azt bentről intézem a zaj miatt. Egyébként még amit figyelembe szoktam venni, az nyilván a kinti hőmérséklet, mert most azért relatíve kellemes idő van kint, bár kezd azért már rohadt meleg lenni, de amint marha meleg van, akkor én már nem bírok kint meglenni a teraszon, hanem egyértelműen bent dolgozom, úgyhogy bent a hőmérsékletet bírom egy olyan 25-25,5 fokig, és utána jön a légkondi, egyébként pedig ventilátorral hűt. Ezen mondjuk már túl vagyok. Reggel, amikor felébredek, fogmosás, arcöblítés után, akkor minden reggel felteszem a C-vitaminos szérumomat az arcomra. A szemem alá ezt a koffeines, 5%-os koffein tartalmú szérumot, és napvédő krémet. Mostanában ezt a Uriage Age Protect krémet használom. Általában, amikor itthon dolgozom, akkor nem szoktam sminket feltenni.
de ha megbeszélésem van, akkor igen, és most lesz, úgyhogy most egy ilyen nagyon minimális minket fel fogok dobni, hogy azért a fejem ne úgy nézzen ki, mint aki most kelt fel az ágyból. Jó, akkor most arra gondoltam, hogy beszélek egy kicsit nektek erről a kis ketyeréről itt. Ez az Echo Glow szónikus arctisztító készülék. Megmondom őszintén, még soha nem próbáltam ilyet, vagy ehhez hasonlót, nyilván ez sem az életem során, de az Echo Glow megkeresett engem, és már közel 2 hónapja, hogy próbáljam ki ezt az ő új terméküket. Hát új, ugye 2020-ban dobták ezt a piacra, és hát azóta ilyen rengeteg ilyen díjat nyert egyébként ez a készülék, tehát minden bizonnyal úgy gondoltam, hogy ezt megéri kipróbálni, mert nyilván tud valamit. Elhatároztam, hogy nem fogok ilyen unboxing videót készíteni, meg semmi olyat, ami mondjuk kifejezetten csak erről szól, és akkor részletekben nem beszélek erről, mert hiszen a honlapjuk elég jó átlátható, tehát mindent megtaláltok benne, minden információt, amire szükségetek lehet, hogy eldöntsétek, hogy szeretnétek-e ezt vagy sem. Én most jelenleg a tapasztalataimat szeretném nektek elmondani. Ugye közel 2 hónapja én ezt nem azt mondom, hogy minden nap, de majdnem minden nap használom. Azt mondanám, hogy mondjuk a 7-7 napjából 4-5 napon át igen, 1-2 nap van, amikor mondjuk nem használom, mert elfeledkezem róla, de egy a 4-5 napig a 7 napból mindenképpen használom. Amit ez a készülék és a hozzátartozó tisztítógél ígér, az elsősorban a hatékony arctisztítás, tehát ezért is találták ki ezt a készüléket. A szilikonon jóval kevésbé, vagy egyáltalán nem tapadnak meg a baktériumok, tehát azok a baktériumok is, amiket egyébként nem tudsz eltávolítani pusztán szivacsal, vagy bármilyen más módon, az arcról, az ezzel a készülékkel sokkal intenzívebben és sokkal hatékonyabban működik. Ezen kívül ugye ennek hatására simább lesz a bőröd, és végső soron, mondjuk tartós használat után általánosságban véve is egy ilyen ragyogóbb, üdébb arc tónusod lesz. Na most, hogy én is ezzel a gondolattal vágtam neki ennek a közel 2 hónapnak, illetve hát nyilván folytatom a jövőben is, ezzel már sokat elárultam a hatékonyságáról, és hát nekem az a tapasztalatom, hogy ez tök jó. Tehát az elején azért egy picit szkeptikus voltam, én mindig szkeptikus vagyok minden eszemben, azért ezt hozzáteszem, hogy azért ez olyan nagyszerű dolog-e, de gondoltam, hogy kipróbálom, mert miért ne. Ugye az Echo Glow volt olyan kedves, és elküldött nekem egy ilyen teljes csomagot, amit ugye az imént is láthattatok, és
akkor arra gondoltam, hogy én ezt tényleg ki is próbálom. Na most a kipróbálásból aztán a vége az végén az lett, hogy ez valóban az esti rutinom része lett, és szerintem ezt fogom is a jövőben is használni. Amit pótolni kell, az értelemszerűen ez a arcisztító gél, amit kifejezetten ehhez a szerkezethez találtak ki, és ehhez hoztak létre. Azt írják róla, hogy ez 100%-ban organikus, mindenmentes termék, tényleg mindenmentes, az illatanyagmentességét azt érzem is. Ami van benne, és amitől ez szerintem speciális, és ez a bizonyos védőréteg, amit ez képez, és amit ígér, az létrejön, ez az, hogy zabfehérjéket tartalmaz, de ezen kívül még tartalmaz C-vitamint, E-vitamint, hialuronsavat, niacinamidot és más nagyon-nagyon hasznos dolgokat is. Maga ez az Ego szerkezet, ez ugye úgy működik, hogy középen van egy ilyen kis gomb, a hatásfoka az állítható, először ilyen nekem ilyen marha magasra volt állítva, és amikor kipróbáltam, akkor iszonyatosan berezgett a koponyám tőle, tehát akkor el tudjátok képzelni, milyen ereje van. Úgyhogy jó, mondjuk nekem eleve érzékeny a fejem, tehát ugye akkor ilyen marha erősen mentem neki így első alkalommal, és akkor így úgy éreztem, hogy teljesen beremegek, úgyhogy nekem azért ezt elég kicsire kell venni. Van hozzá egy ilyen töltő, és az az érdekessége, hogy mióta használom ezt, közel 2 hónapja, ugye ezzel töltődik, tölti saját magát. Azóta nem kellett feltöltenem érdekes módon, de azért van hozzá egy ilyen feltöltő, amikor nyilván lemerül, akkor ugye itt ezen keresztül tudod csatlakoztatni a dugajba. Szóval tök jó. Ezt a másik oldalát, ez egy ilyen nagyobb sörtés, ezt még nem próbáltam, de szerintem ez ilyen intenzívebben masszírozó funkciója lehet ennek. Nekem ez vált be, én ezt szeretem. És ami miatt még klassz, és szeretem, az is, hogy tehát nem csak a tisztítás, mint olyan, hanem ténylegesen érzem a masszírozó hatást. Szóval engem ez ilyen nagyon-nagyon jól tud kényeztetni. És hát ezt tényleg minden este szoktam használni, úgyhogy tök klassz. Kaptam még hozzá ezeket a kis tisztító párnákat, illetve hát nyilván különböző csomagjaik vannak, van, amiben minden benne van, van, amiben csak egy dolog, van, amiben két dolog. A teljes csomag az valójában áll ebből az arcisztító gélből, ebből az Ego szerkezetből, ezekből a kis, nagyon jó kis puha párnácskákból, tisztító párnákból és ebből a hajpántból, amit ugye szoktam használni, amikor tisztítom az arcomat. Szóval, hogyha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor itt lent megtaláljátok a videó alatt az Ego Glow-nak a honlapját, ott még több információhoz tudtok jutni, illetve az almapapi 10-es kódot felhasználva, kedvezménykódot felhasználva 10% kedvezményhez juttok a vásárlásotokból. Megjött a csomag, amire vártam, és amit a videó elején említettem. Ez pedig nem más, mint egy ilyen nád árnyékoló, amit bambusz, igen, bomb roller, az van odaírva, amit ugye lecserélem az erkélyen a régi elhasználódott, nem működő árnyékolómat erre majd. Mindjárt kibontjuk. Na, szóval van egy 80 és egy 100 centi szélességű, elég hosszú, sajnos nem volt rövidebb, hanem ezek ilyen 2 méteresek, úgyhogy majd úgy kell őket felaggatni. De úgy látom, hogy nagyon, nagyon jók. Itt látjátok a jelen állapotot, ugye ez a régi elhasználódott nád árnyékolóm, ami hát már tele van mindenfélével igazából. Úgyhogy nagyon koszos, és a fő problémája az, hogy nem tudom, tehát nem, már nem használható ez a leengedő része, és nem tudom állítani. Úgyhogy ez itt most ide le van így esve. Na, szóval ezt fogom lecserélni. Világosabbat választottam, mert így is úgy is el fog előbb-utóbb koszolódni, és újra cserélni kell, úgyhogy... És hát egyszerűen szerintem jobban feldobja, meg jobban mutat ide a világos, úgyhogy most a világosabb verziót próbáljuk ki.
Hát nagyon remélem, hogy tehát izgalmas, hogy oda föl tudjuk-e csatlakoztatni. John felajánlotta, hogy ezt ő megbügyköli. Hát egy kicsit féltem, hogy nehogy nagyon tériszonya legyen, vagy valami, de mindesetre itt leszek neki és segítek, úgyhogy ha ma hajlandó ezt megcsinálni, akkor mutatom az eredményt. Hát és sajnos nem pont úgy működik, ahogy elképzeltük, ugye fönt látjátok, hogy tehát nem ugyanaz a távolság, mint a másiknál. Na valamennyire megoldottuk, hogy ki tudjuk feszíteni, de alul nincs ennek egy ilyen madzage, mint a másiknak volt, hogy ki tudjuk oda feszíteni. Úgyhogy hát egy picit szabadabban kezeljük ezt a történetet. Remélem, hogy ha óriási szélvihar van, akkor nem lesz gondja. Azt ott fönn ilyen karabinerekkel oldottuk meg. Na, azért azt kell, hogy mondjam, hogy elfáradtunk, de sikerült lecserélni ezt az árnyékolót, meg a John talált egy olyan megoldást, ami addig nem nyugodott, amíg nem talál egy megfelelő megoldást, hogy fönt rögzítse az eltérő távolságban lévő horogra azt, ami nem is tudom, tehát ahol rögzíteni kell. Úgyhogy, na mindegy, ez most megvan oldva. Ugye alul nem lehetett kifeszíteni, de ezt is valami, ahogy sikerült megoldanunk, úgyhogy most úgy elégedett vagyok. Aztán lemostam azt az ablakot, ami mindig zárva szokott lenni, ugye láttátok, hogy ott most ki van nyitva. Kinyitottam, ezt még soha nem tartottam úgy, hogy ki van nyitva. Úgyhogy most egy kicsikét átrendeztem a teraszt, és állati jól jön onnan a levegő, úgyhogy most ugyan esik az eső, és nem tűz be a nap, tehát annyira nem volt zavaró, de hogyha, mert ugye arra megy le a nap, tehát hogyha ezt így tartom, tehát vagy így marad tartósan, akkor később kicsit félek tőle, hogy ugye délután nagyon ide fog tűzni a nap, és akkor lehet, hogy megint be kell zárnom ezt az ablakot, de így most nagyon klasszul járt a levegő, úgyhogy most egyelőre így hagyom. Na most még van egy kis munkám, ezt befejezem. John közben lement vásárolni. Annyira jó, hogy itt van, mert én annyira utálok vásárolni, mert mint hogy így a közértbe menős vásárlásokat nagyon nem szeretem. És nekem ő nagy segítség, mert ő viszont egyáltalán nem bánja. Úgyhogy ő most lement egy kicsit vásárolni olyan kajákat, és akkor majd nekiállok a vacsinak. Na, hullafáradt vagyok, mert még kellett dolgoznom egy csomót. Úgyhogy most nem fogok nagyon főzni ma este, hanem megmutatom, hogy mit fogunk enni. Vettünk a japán boltban többek között ilyet is, két ilyen gyors levest, amit ilyeneket abszolút nem szoktam enni, egyébként nem nagyon szeretem ezeket, de egyszer már ettem egy ilyet, ami egy ilyen veggie ramyun noodle, és koreai cucc, marha csípős volt, pedig ez még az enyhén csípősek között van, úgyhogy én ilyet fogok enni. A John pedig ezt a seafoodosat választotta, ilyen tengeri herkentyűset, hát én ilyet nem mertem kiválasztani őszintén szólva. Tehát minden, amiben így állat van, meg egyebek, én ezekben annyira nem bízom, de ő egy bátor ember, úgyhogy ő ezt a levest fogja megenni, én meg ezt a levest fogom megenni, és vett friss bagettet, meg szóval valamit még utána eszünk, valami hideg tálat. Gyerekek, ez a leves, ez valami iszonyatosan csípős volt. Nem volt rossz, csak nagyon csípős volt. Azt kell mondjam, hogy legalább egy olyan 10-szer volt csípősebb, mint a legcsípősebb dolog, amit valaha ettem. Úgyhogy, és a Johnny még az enyémnél is csípősebb volt, állítólag. Szóval, miután megkóstolta az enyémet és összehasonlítottam. Na jó. A lényeg az, hogy abszolút nem volt rossz, de nem tudom, szóval gyakran nem fogok azért ilyet enni. Egy kicsit kijöttem pihegni az új teraszomra, és még egy kicsit nézelődni, most éppen megy le a nap és isteni. Aztán megnézzük, hogy megtervezzük a nyarat a Johnnal, meg
repjegyet foglalunk, hogyha lehet, és hasonló dolgokat fogunk csinálni. Aztán nézzünk valamit a tévében esetleg, meglátjuk. Még egyébként, amit szoktam nyaranta csinálni, így este, miután lemegy a nap, most még majdnem lement a nap, lemegyek egyet sétálni, mert akkor van olyan hőmérsékletként, amikor kellemes a séta, és akkor itt teszek néhány nagy kört itt a telepen. Hát van úgy, hogy a John is elkísér, bár ő nem szereti ezeket a... ő úgy mondja, hogy forced march, tehát muszáj gyalogolni, tehát amikor ilyen, tulajdonképpen csak így céltalanul a gyaloglás kedvéért gyaloglunk ismert helyen és környéken, ezt ő nagyon nem szereti, úgyhogy sokszor csak egyedül megyek le, de most annyira hulla vagyok, hogy most ezt most skippelem. Micellás vízzel a sminknek a felső rétegét és a nagy részét lemosom. Ezután én még ezzel a Geek & Gorgeous-nak ezzel a lemosójával azért leszoktam mosni, tehát leöblítem a micellás vizet. És akkor most jön az eggogló, tehát ilyen nedvesen hagyom az arcomat. És akkor valójában ez a mély tisztítás és masszírozás, amit azért naponta, esténként el szoktam végezni. Tök jó kitisztítja a pórusaimat. Egyébként a kozmetikus is mondta, hogy jóval kevesebbet kell, tehát jó, most már azért is kell nyilván kevesebbet tisztítani az arcomat, mert öregszem, és ugye a fagyú termelés az jóval alacsonyabb fokú, mint régebben volt, vagy fiatalabb koromban. De emellett még ugye az is, ez is marha jól tisztít, tehát mióta ezt használom azóta, mondta, hogy jóval tisztább a bőröm. Na és akkor én ezen a ponton szoktam bemenni a zuhanyba, és most hajat is fogok mosni, és akkor utána jönnek az arcomra a kencék. És úgy döntöttem, hogy a mai nap kis retinolos krémmel fogok este lefeküdni az arcomon. Úgyhogy ez szerintem tökéletes, nyilván minden nap nem kell, nem is szoktam. Úgyhogy ma este is úgy döntöttem, hogy ezt most felteszem az arcomra, és ennyi. Úgy látom, hogy a fodrász azért már eléggé esedékes. Jövő héten megyek. Ilyenkor nyáron egyébként így szabadon szoktam hagyni megszáradni a hajam. Csak hogyha lefekvés előttig nem szárad meg teljesen, és hátul azért nedves szokott időnként maradni egy picit, akkor rászárítok, de egyébként, hogyha marha meleg van, és akkor kiülök a teraszra, akkor nagyon gyorsan megszárad. Ilyenkor még elkortyolgatom a John által elkészített kamilla és csipkebogyó teámat, amit minden este megiszom, és kicsit még ejtőzöm itt a teraszon, ami már egy picit csendesebb, mint napközben, de azért még, amit hallottátok, egy-két autó elmegy. És isteni, tehát most, hogy nyitva van itt ez az ablak, ami eddig, tudjátok, mondtam, mindig zárva szokott lenni, annyira jól jön a levegő, hogy ez valami elképesztő. Azt hiszem, hogy fogom szeretni itt a nyarat. Na, most el is búcsúzom tőletek, úgyhogy most még befejezem a teámat, meg lehet, hogy egy kicsit még tévézek, vagy olvasok valamelyik a kettő közül. Utána eltesszük magunkat holnapra. Holnap egyébként bemenős napom lesz, tehát egy picit másképp fog alakulni a napi rutin, mint ma.
de nagyjából ilyenek a napjaim, úgyhogy remélem, hogy azért tetszett nektek, és kicsit hasznosnak is találtátok. Hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek tegyétek meg, és találkozunk legközelebb is a legközelebbi videóban. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!